Hello, hölgyek, urak, ez itt a Hearthstone, és egy saját készítésű Warlock paklit szeretnénk nektek prezentálni, melyet a Terrorlock fantázia névre kereszteltem. Részben azért, mert a Void Terror az igen durván része ennek a paklinak, és nagyon sok kombóban szerepel. Másrészt azért, mert tényleg ezzel a kis paklival terrort hozunk így az ellenfeleinkre. És a koncepció mögött, a pakli mögött, hogy úgy idézzünk meg nagyon sok lényt a csatamezőre, hogy azok még erősek is. Tehát egyfajta böszme lények zergelése ez a pakli, de majd mindjárt meglátjátok. Oldalt található a pontos összetétele a paklinak. Hát nincsenek benne olyan extrém durva ritka kártyák, hanem inkább a Naxxramas-os legendás lapok dominálnak benne. És tényleg nagyon sok fajta kombóban benne, tehát benne vannak a Nerubian tojások és a Power Overwhelming. Szerintem nem kell mondanom senkinek, hogy az akkor nem csak hogy felbuffolja, ha életben marad, de utána még megöli a kör végén, és ezáltal kapunk egy plusz 4-4-es lényt a csatamezőn. Akkor az Acolyte of Pain meg az Unstable Goal is olyan kombó, hogy kártyahúzása nagyszerű, és ott van még Feugen és Stalag is, hogy egy Tatiust is megidézhetünk a két elég erős lény mellett, és a Baron Rivendér, ha meg a kezünkben van, hát akkor gondoljatok bele, hogy akkor minden Death Rattle az kétszer sül el, ami annyit jelent, hogy akár kettő, vagy akár négy Tadiust is megidézhetünk, ha egy körben megöljük a Feugent és a Stalagot. A Shadow Flame is nagyon jól kombinálható így a különböző lényeinkkel. Ott van a Worgen, megsérül, és akkor kétszer négyet támadunk vele, és a Void Terrort meg lerakjuk a tojások közé, Feugen vagy Stalag közé, beáldozós, tehát így iszonyat durva dolgokat lehet művelni ezzel a kis paklival. Na jó, nekem viszont már ezzel a pappal kéne valami durvát művelnem, mert ez így nem állapot. És nem húzom fel egyik tojást se, az a vicc. Jó. Hát akkor őt is kirakjuk, és támadjuk tovább. Jó, hát ezzel a Nordstrike Cleric-kel most így, ez így nagyon rosszul jött ki, hogy sehogy sem bírtam elbánni, de reméljük, hogy ez még nem kerül a mérkőzésembe. Na, mi van itt? Egy Shadow Over Pain, ne adj Isten! Ja, és akkor megszabadul a... Ja, egy Shadow Over... Nem, Coin. És akkor egy Holy Nova. Ez az. Annyira, de annyira kiszámítható ez a rohadt Priest. Jó, ezzel most valamit kezdenem kéne. Jó, és húzok egy kártyát, nem érdekel. Jó, a következő körben, meg ha minden jól megy, akkor lekerül az Inferno, azt talán kinyírja a Nordstrike Cleric-et is, nem nyírja ki. Mindegy. Jaj. Na most mi legyen? Ezt már sejtem. Egy. Kettő. És most jön, ami még nem volt. Beáldozós. Na és így például a Terror, a Void Terrorral olyan durva lényeket, na és most húzom fel a tojatot, hát megőrülsz. Olyan durva lényeket hozhatunk létre, ráadásul úgy, hogy ezekkel a Nerubian tojásokkal, vagy felturbózott, beáldozni kívánt lényeinkkel, és Baron Rivendérrel karöltve, így pillanatok alatt egy olyan halálos sereg fog a csatamezőn tombolni. Jó, erre jön a Shadow Over Death, mert az kell, hogy rájöjjön. Vagy egy Holy Fire! Jó, de ezzel még nem öli meg. Jujjujjujjujjujj! Mit fog ez kapni? Mindjárt. Jó, azért lerakom most már Baron Rivendélt is. Na, már is jobban érzem magam.
És hogyha következő körben még életben marad ez a tojás és rivendér, akkor a Voite... Jó, ezt a Voite terrort most valahogy már meg fogja szüntetni. Kizártnak tartom, hogy életben maradjon. Nem is szabad, hogy életben maradjon, mert különben vége lesz. De a Void Terrorral a tojás beáldozom, és ha én Rivendél, akkor kettő darab Nerubiant kapok. Még egy Holy Fire! Hoho! Jó, de ezzel legalább lenullázza magát. Oké. Na most... Olyan lesz, ami még nem volt, figyeljetek csak! Jó, marad még három. Jó, sajnos az így nem fog menni, de... Figyelem! Úgy írom ki azt a... kleriket, hogy... nem is kell támadjak. Öj, viszont a... Nerubiánjaim... szegények. Jó, és még egy Voidwalker is lekerül. Hát, az a két sebzés, az most rosszul jött ki, de... remélem nincs még egy Holy Novája. Az úgy nem lenne jó. Akkor fölöslegesen gyengítettem. De van még egy Holy Novája! Hát, hogy az Istenben ne lenne? Toad Steel, jó. Akkor erre a körre rövidre zárt. Na, 21. Azért... ne már! Hát ezt nem hiszem el. Jó, Onyxiától legalább megszabadult. Na nézzük, mit tehetnék még az ügy érdekében? Hát ez így meghal, szegény. Ha csak nem rakok Worgen. És közébe ezt a kis aranyost. Jó, most már nem akarok nagyon húzni, mert az Infernárokkal és az Abominationökkel az még 4 garantált sebzés, és akkor 8 HP-ra lemennék. Na, még egy Stoked Steel. Mit akar ez? Elhúzni a jó lapjaimat, mi? És 8 kártya van a kezében, megőrülsz. Még egy Soulfire! Hát, hát ez mi a rosszabb? Jó, legalább a Shadowward Death az elszállt. Moexna! Na mi a fene? Ó, nagyszerű, nagyszerű. Ez fog most történni. Jó, húzom itt azért a kártyákat, nagyon jó. Na és még egy kártyahúzás azért még sanszos. De ha nem öli meg most az összes lényemet, Mind Control. Elmész álma. Jó, na. Akkor. Mit kéne tenni? Hát meg kéne idézni ezt az Infernót mindenképp, de előtte még... hát nagyon-nagyon-nagyon necces. So many possibilities. Aj, hogy legyen. Jó, megidézem az Infernót, még ez a legjobb. Jó, húzok még egyet, nagyon jó. Támadok tovább. És most jön a Shadow Flame Nova. Kész. Na, hát most viszont annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy baromi nagy lények lesznek, lehet most három ilyen harmadgyenge lényecske dorbézol a csatamezőn, de legalább a Mind Control is elment, úgyhogy már annyira... jó, Shadowward Bane, köszi. Mi? A Doomguardomat húztad el? Nyomoronc. Hát ezt nem hiszem el. Jó, legalább ezt. Híveld magad, ahhoz értesz. Ajjaj. 4-5. Én csak ha ezt kirakom. Ezt is kirakom. Jó, hát nem lesz dupla
kombó, de... Ugye 5-5 sebez, és akkor azzal legyakom még azt a szerencsétlent. Aha, jó. Na, nekem 2. Hát jó lényem van lenne a csatamezőn. És 10-10 HP-n vagyunk. Elment a 2 Holy Fire, még egy Mind Control, illetve egy Shadow Over Death az, ami kellemetlenséget okozhat. Vagy ha lerak valami überbrutál charge-os, balzos tudszot. Jó, szerintem húzok még egy lapot. Na, jó, Dungard. Az még kimenthet. Még jó, hogy akkor húztam. Jó, csak most nem szabad 8-ot berém sebeznie, tehát nem rakhat le olyan lényt. Ha csak nincs nála még egy Doomguard, meg buffos, de azokat meg le kell rakja, akkor megnézi. Jó, ezt híveli. Ó, és itt van Stalag Koma. Jó, nézzük csak. 5, meg 5 az 10. Ah. Jó. És akkor így megoldjuk. Hát remélem nem silenced és buffolja rommá. Jó, hát így vagy úgy, de megoldjuk. Jó, ezt akkor healelnie kell, hogyha jót akar sebezni, vagy így fel akarta buffolni. A HP-et ugye Inner Fire, meg Blessing of akármi kombóval. Na, ez most szoros. Így, hogy még neki 3 lapja van, és így mindenféle borzalmat elkövethet ellenem. Hát ne pap! A papok pedig imbák, ezt is tudom. Oh, 6-ot ne sebezzél belém. Oh, köszi. És... Taddeus így a végére. Jaj, de szép lesz! Jaj, de szép lesz! Erre nem volt felkészülve szerintem így testileg, lelkileg. Jó, szerintem egy olyan überbrutál Taddeust fog kapni az arcára. Jó. És most, pofám! Ez az! Ez de jól esett! Na, és... szintet léptem. Digi változtam. Silver Moon Guardian-né. Jól van, fiúk, lányok! Akkor ez volt a Terror Rock pakli. Remélem tetszett, és lehet, hogy még később fogok belőle bemutatót csinálni. Csak ilyen... játszom vele aztán, vagy nyerek, vagy sem. Minden esetre remélem, hogy tetszett az összeállítás. Tényleg látjátok, nincsenek benne nagyon ritka lapok, annyi, hogy végig kell csinálni majdnem Naxxramaszt, ugye a Construct Quotert is. És hát szerintem nagyon durva, úgyhogy Warlockoknak ajánlani tudom, mert tényleg nagyon poén vele játszani. Köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, sziasztok! Kutya miért vonyít a háttérben állandóan? Rossz kutya.